ha ez a könyv most a gyerekekről szólna, a fejlődés lélektanról, amit ugye még mindig nehéz belátni, hogy mi a különbség, akkor most fölöslegesen szólnánk, hiszen ugyanarról a korszakról van, lesz most szó, amit te már végig csináltál, akkor, amikor az unokádnak a valamelyik szüleit rendezgetted, róla gondoskodtál, őt gondoztad. Most azonban arról van szó, hogy te nagymama minőségben a gyerekednek a gyerekéhez viszonyulsz. És ebben van egy csomó közös igazság, mondjuk az a nagyon fontos igazság, hogy, hogy nincs dackorszak, hanem explorálás van. Ugyanakkor az attitűd az meg teljesen más, hiszen a szülőről azt mondtuk, hogy elsősorban ilyenkor gondoskodjon, tehát emlékszel erre a gondozás-gondoskodás distinkcióról, és a gondozást engedje kiszervezni. Most viszont te a gondozás oldalon jelensz meg, tehát a te dolgod az lesz, ami a szülőség esetében, amiről inkább lebeszéltünk a szülőség esetében, hogy gondozd a gyereket, hogy legyél jelen, mondjuk ebben az explorációs időszakban, ilyenkor már valószínűleg rád bízzák. Ha nem bízzák rád, akkor ne legyél jelen. De hogyha azt mondják, hogy te most már úgy elcsámboroghatsz ezzel a kölyökkel, föltéve, hogy figyelsz rád, akkor engedheted őt explorálni, és ezt a szülők számára nagyon időrabló, nagyon terhes időszakot, ami a dackorszak kialakulásához, vagy túléléséhez, vagy elkerüléséhez vezet, ezt egy gyönyörűen le tudod vezényelni, mert mit kell csinálni, a gyerek totyog, te meg totyogsz utána.